születtem, ez Eves megyében van ez a falu, Borsod megye határán, olyannyira, hogy Borsod megyéhez is tartozom a 19. és 20. század közepéig, úgyis éppen még Borsod szemere, a nővérem még Borsodban született, én már mezőszemelén építettünk is éppen. Akkor jött a szocialista átrendezés, és Vizesabolt járáson csatolták a falut. Ez nagy mértékben megváltoztatta, mert egyébként a magyar régióhoz tartoztunk, Mezőkövesdhez, és akkor itt meg is szűnt az átjárás a két ugye következel. És de miért fontos, és miért említem meg ezt a születési helyet? Hát azért, mert most is ott élek, és nagyon sokáig ott éltem. Volt egy 20 év szentemberi tartózkodásom, és Budapesten dolgoztam a Király utcában, egy ilyen kis műteremben, és 99-ben kerültem újra vissza Mezőszemelére, és azóta is ott lakom, és ki tudja Isten tudja, hogy aztán valószínűleg, hogy igen, ebben is egy sorsom, nem tudom elmenekülni, bár legszívesebben nagyon gyakran aztán. Tehát miért fontos ez a hely? Mert azért fontos, mert nekem motivumokat és természetesen szimbólumokat nyújt és szolgáltak, és amit itt látok, ez mind onnan van kibányászva, ami nem csak a felszín, hanem egyfajta mélyszállítással is, egyre beljebb és beljebb kerülök magam is, ahogy ott élek a faluban, és ásom bele, és mint a biológus ugye sejtek felé, egyre kisebb és kisebb tebetet felhez fel. Én is valahogy így vagyok ezzel a faluval. Ez természetesen érint nagyon finom emberi viszonyokat is, ugyanakkor társadalmi viszonyokat is kell, hogy érintsen problémákat, mert ez egy, mint mondtam, ez egy nagyon leszakadt régió. Szerencsétlenül járt, azt is lehet mondani, mert Eger mozás körülötletében nincs benne, Tiszató is kiesik, arról a kettő között zárván később néhány falu megrekedt, ráadásul az Európája is megépült, is elvágta, úgyhogy ott az összes negatív mutatókkal a társadalomnak érvényes, és hatalmas megjelenik, amiket nem kell sorolnom, hogy előregedés, gyermektelenség, társadalmi munkanélküliség, hát meg minden ilyesmi. És tehát ez a falu Szent Borába, ami mondjuk nem csak az én emlékezésem miatt van, mondjuk a 60-as évek, hanem azért is, mert valóban volt, hogy 2400 lakosa volt, és most 2300 alatt, vagy 1300 alatt van. Hát szinte felére csökkent le, ez nagyon radikális. Ilyen rövid idő alatt, hogyha megnézzük a falu életkorát, ami egy 20 év körül. És ez nem csak a lélekszámban, hanem a fizikai testben is megjelenik ez a pusztulás, mert a házakat lelapják, összedőlnek, ilyen vályokházakról van szó. Itt a régi, hagyományos, népi építészetből talán összesen kettő ház van. Egyébként, ha valaki bejön a faluba, akkor azt gondolja, hogy az egy tényleg egy hangulatos kis falu, mert ilyen tornácos házak vannak, de tévedés a népépítészetre sorolni, mert a 20-as évek végén az akkori kormányzat, egészségügyi kormányzat a karakter, egy olyan rendeleteket hozott, hogy a régi alap nélküli vályokállakat le kellett mondani, és 20 éves kamatra nagyon kedvezményes hitelt adtak a parasztoknak, és ekkor építették azt a kb. 40 cm fundamentumban kő alapú házakat, amik nem nagyon voltak, mint legszigetelve, de kiemelés miatt ugye szárazak maradtak, tehát a vályok azon alulról és felülről nem kap vizet, akkor nagyon sokáig kitart, hogyha belakul a tapaszok,
alakulva, és utána olvastam ennek, és még akkoriban a légkövétel is meghatározták, hogy egyszerűen a légkövétel az, hogy 16-ot írtak elő, most körülbelül 2 van bizonyos házakban, tehát egy-egy emberre, de vannak egy ilyen nekoszott házban 10 is, és hiába például az önkormányzat, hogy képviselő is vagyok a tanulban, nem tudunk semmit sem tenni, mert tehát hogyha hozunk egy rendeletet, ami arra irányul, hogy mondjuk a gyermekek jogai azok érvényesüljenek, például a lakhatással kapcsolatban, az egészséggel kapcsolatban, akkor ezt a kormányhivatal keresztül húzza, vagy az ombudsman adott esetben, mert törvény sértődik vele. Tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy 2 négyzetméter alatt mondjuk nem lehet bejelentkezni, mert ebből nagy problémák vannak. Például van nekünk most hepatitis A vírusunk, ami hát egy nagyon súlyos májfertőzés, és ez azért lett, mert a lakatosségnak a kötelezően emlékező budit, az sehogy sem sikerült eltalálni, mindig mellé lőttek, és hát ebből tették ki a szállát. De mi nem mondjuk, reméljük, hogy ezt csak eltalálni a budival, és ugye az iskolában minden gyereknek meg fogok oldani, tehát nagyon veszélyes ez, és egy szinte, azt kell mondjam, hogy a harc, akkor szinte kilátástalan, mert nagyon nehéz a dolgomot, nem mint közéleti embernek, mert én egyébként ugye képviselő vagyok, de amúgy mint figura, hogy nem nagyon kapcsolódik a való életében, már a rengeteg kudarc miatt, amiről ezt bárhát azért mondanék, de hát hogy mink van nekünk? Van nekünk egy 201-hány éves templomunk, van 20 millió forintos 4 méter hosszú buszmegállónk. Mi van ott a föld alatt, nem tudom, de ott ismerik az EU-s pályázatokat, hogy hogyan megy. Aztán van 64 millió forintos kultúrházunk, ami üresen gond, de megépült, és van mellette ugye egy patinti szánk, és van még mondjuk egy kivágott ligetünk, amit a polgármester vágott ki, ennek a emlékére van itt egy munka is, és van egy ilyen, ezzel kapcsolatban van ilyen vastag aktám, hogy az ügyészség és a rendőrség hogyan simította el, hogy ne kapjuk semmilyen büntetést, megmondták, hogy hiába is erőködünk, itt nem fogják megengedni ezt a megyébe, hogy egy polgármester megmutassuk. És tehát ez a totális kudarc, engem most egy kicsit visszafogott, hogy ez így biztos, hogy nem fog menni. Tehát, de erről hosszasan mesélhetnék, hogy mi minden történik, ami kudarcon végződik. A lényeg az, hogy én mégiscsak egy képzőművész vagyok, és ezt foglalkoztat, és a falut is ilyen szemszögből nézem, bármint mondjuk az humanista, nem tudom, hogy elmenni, mert mondjuk csak egy példa, hogy a rendőrségnek odáig terjed a dolga, hogyha megy a cigány gyerek az úton gyalog, akkor 12.000 forintban megbüntetik, mert az úton nem lehet menni. Olyan úton, ahol senki nem köthetett. Nyilvánvalóan azt is mondhatom, hogy azért, mert cigány. De ugyanakkor jön a luki, gyalog a kocsmából, tolja a biciklit, és azt megállítják, és azt mondták, hogy jó. Hát mondta, hogy igen, 3 centot, és közben vezet. Hát mondta, hogy hát, tolja a biciklit. Na jó, merítik a hivatalban, megbilincselték a lukit, aki gyalog is ilyen így megy, ilyen befeg a lába, és gondolom a rendőrök kezébe gondolták, merítik a savonyba, a rendőrségre, megbilincselve,
nyitas vezetésért megbüntették 35 forintra, kivették a mobil telefonjából a kapcsit, és azt mondták neki, na most akkor takaros az a fej. Hát mondta, hogy hát maguk hoztak be, nincs egy vasapság. És akkor hogy van? Na, húzz el a picsába. Luki így ezzel a lábával hazajött. Szóval körülbelül ez a megtanítás van, és amivel napnyilag találkozik az ember. Akkor térjünk rá akkor a képzőművészetre. Tehát 99-ben kerültem vissza a faluba, és ugye 20 év szentendőség után el is terjedt a drónam, hogy ki az a marha, aki szentendő után egy jellemző faluba visszamegy. Mondták azok, akik ott élték le az életeket a faluba. És aztán nagy nehezen sikerült fölápászkodnom, ez egy magánéleti probléma miatt történt ez a váltás, és elkezdtem műteremben dolgozgatni, vettünk Rékával, párommal egy falusi parasztházat, egy iskolával, nem tudom a tetején, csak egy konty, egy nálkonty a tetején felújítottuk, és akkor ez lett a műteremben egy logista, én is nálom, azóta is ott dolgozom, de ennek az lett az eredménye, nagy pozitív hozadéka, hogy elkezdtem végre folyamatosan festeni, aminek majd itt lesz egy úgynevezett kocsmás terem, abban lesznek a legyomatói. És aztán 2007-ben Gulyás Gábor megkérte, hogy a modernben rendezni egy kiállítást nekem. Egy retrospektív kiállításról volt akkor szó, 1300 négyzetméter, elég nagy volt, és nagyon nagy lehetőség. Nyomtunk hozzá egy szép balmumot is, és hát ezzel újra utána újra lecsendesedett a kiállítás. Tevékenységem, nem is nagyon állítottam. Évente hozok a második évben hozok a lévén, és egy kártak minden, ami ugye most az állítottam. És hát ennyi volt, és az ember ugye egy ilyen pici műteremben nem nagyon gondol installációkra, helyspecifikus munkákra, mert minden csak ha van feltérés. És két évvel ezelőtt, hát most már két évvel, amikor Gulyás Gábor, aki egyébként a modern igazgatója volt, akkor felkerült Budapestre, és a igazgatója lett, és megkeresett, hogy mi lenne, ha rendezne nekem egy tematikus kiállítást, mert úgy véli, hogy az én munkásságomat még nem minden oldalról világították meg a művészettörténészek, és van olyan aspektusa, amit ő nem művészettörténész, hanem filozófus, esztéta, hát ő ki tudná fejteni. És ez egy elképzelés volt akkor, és én lázasan elkezdtem dolgozni, és tervezgetni először, és makettet készítettem, és nagyjából kialakult ez a kiállítás, amit most itt látunk. Nem volt ez, persze, mert ez soha nem úgy van, de nagyjából azt lehet mondani, hogy amit elterveztem, hogy megvalósult. Végre úgy éreztem magam, mint egy európai művész, hogy amit megálmodom, az egy tervezésre megvalósult. Ezt mondom részben sikerült is. Persze be kellett tervezni azt, hogy megmondták, hogy pénz az nagyon kevés van, mert elvonások vannak, sőt, most el is mondhatom, szakmai közönség van, hogy tavaly november előtt el is mondtak ki 70 millió forintot, és azt tanácsoltak az igazgatónak, hogy az én kiállításomat már ne rendezzem meg, és küldje el az embereket fizetőnek szabadságra. Szóval így indult. Aztán Gábor mindig bevállalta, hogy meg tudja csinálni, illetve nem hogy itt valakit megváltozni, zárolták a bőszöget, hogy nem erre zárolták. De sok építkezés volt. Na mindegy, elkezdtük az építkezést, a kiállítás maga két év épült, különböző témák segítettek, mert ilyen hasonló építmények még több van, tehát ilyen a valamelyik munkásságában
például itt van a ház is, amiről nem ott beszélnék, hanem inkább itt, de először ez a tükről, ami egy tájkép, egyszerűen mozgunk festmény, az a címben tájkép. A koncepcióval számomra, a senki tudja, idején a fontos volt, hogy én terveztem meg ezeket a tököket. Nekem a tök azért egy szimbólum, mert a tököltek a rasszonyoknak évtizedekig a tök magia, és közben meg fosodottak, amiről szoktuk, hogy lekváltak ilyen olyat, és erre egy alkalommal egy tervezet is rendeztem, mint a szemerei asszonyokat behoztam, tököltek és fosodtak, mégpedig ilyen magas színvonalak, művészet történeti vitát folytattak az én művészetemről. Nagyon érdekes volt, és egy nagy tervezet volt belőle, mert ugye azzal kezdték, hogy az időjárás is egy polgármester lányok illen, és aztán rátérte, szakmailag nagyon érdekes. És na hát így került be a színvonalak közé, és még a technikáról szólt, hogy a műcsarnok biztosított számomra egy videószakembert, aki nagyon profi és kreatív szakember, Orosz Péternek hívják, és az ő segítségével sikerült a videómunkákat valósítani, én magam nem érkeztem. És tehát a Facebook-ig eljutok a böngészésig, de többet a számítógépen nem tudok. De lehet, hogy nem is nagyon akarok, mert most mindenki fogok is. Amikor itt van Orosz Péter. És tehát vele együtt készítettük a filmeket. Nagyon fontos volt például ehhez a fürdött vállalathoz a szög, ahogy felveszünk. Ez egy háztetőről vagy fölvében. Fontosak voltak a fényviszonyok, a derítések, az időbeliség, az, hogy most a projekció az honnan megy, meg mennyire van megőrülve az a lap, mert fürdőkádat jelentik. Tehát ez nagyon komoly szakmunka előtte meg. Például a háznál, most csak ha már itt tartunk, akkor háznál a videó film, ami a televízióban ablakként jelenik meg, ugye két televízió van, és párhuzamosan van közben, és szinkronban egy Google, tehát két térből, mondjuk fürdőkád az egyik térből a másikból, az két kamera mozgás, és hét méretek van egymásra animálva, mert külön kellett megfelelni. Tehát a ilyen drótek, hogy hívják, mondom, nem drótek, most hogy hívják, blue box, igen, most már ez a ragasztóval köszönhet. Tehát igen, na körülbelül ennyire, hát ennyit tanultam meg erről a blue box. És tehát így készítettük el az összes filmet, tavasztól őszíve visszatérhetőségek. Nagyon fontos, hogy ezek működjenek, hiszen egy-egy műnek a lelkét ez adja, tehát hogyha ebben tartjuk, akkor nyilván nem működik. Ezért mindig kell figyelni, hogy minden mozogjon, és minden működjön, mert hogyha egy valami fiasztó, akkor nem működik. Tehát még a házunk annyit, hogy a körbe járjátok, akkor lehet látni, hogy négy figura, négy archetípus szimbolizál, olyan társadalmi lények, amely egy kicsi faluba is megjelennek, egy nyugdíjas, szocializmus, felnőtt figura, szemben, őkorosság, a harangozó néni, Szidónia néni, és ős, tehát mindegyik szereplő, aki a házban kinéz, saját magát adja, tehát nem szeretett látszik, hanem ő tényleg ilyen házban lakik, és tényleg kímez, akkor így, hogy néhány száz forint, két évig bekecsegett ki az magyar munkával, és akkor szemben van az zöld, intenzív zöld házfalnak a gazdája, a jegyző, aki ott mindig a zöld is telefonálgat, és valamint a hátoldalon pedig a Roma ház, amiben belőle
Tehát azt köti össze őket, hogy mindegyik ablak betűnik valamivel, belődik, romolány belődik, hát arra van ugye egy tapasztalatunk, magyarosságunk, és akkor te nem feltétlenül elműködünk, amíg ki, hanem abból, hogy valóban létezik egyfajta, akár meghívhatunk, akár meghívhatunk a mi élelem, vagy a társadalom, és ez nem attól van, attól is, hogy a, mondjuk például először velünk hatalmas a szakadék a romák és a magyarok között, hanem úgy általában léve, és nem csak a közbiztonság, hanem ez belül is jól lesz az biztonság, mint ahogy mondta Orbész Szilárd a megnyitón, hogy ez a ház, ez a mi házunk, ez maga Magyarország, mert mi vagyunk kint, akik nézzük ezt, és ugyanakkor mi is, mi vagyunk velünk is. Ugyanakkor a házunk nincs a hajtaja, csak egy kis szemelők szerint hajtunk, és nem kell a hajtunk. Hát a házra ugyanúgy voltam az építésben, hogy ezt könyvesen hozták fel, egyedül a, és pucolták be, két falat építettem, én magam vagyok, hogy voltam. Ez a tapasztott ház, ami tényleg ilyen vályokon van, és ilyen törek és sár agyak, és a cigány oldal azt is építettem, az egy kis mesmélyen is megfogható. Azt szerettem megjobban, mert hát azt hasonlítom, hát abban van, hát így akkor bevezetőnek ennyit mondanék, és akkor menjünk át, itt a házak esetleg szép lassan, és akkor itt a következő terülnél van egy olyan installáció, aminek az a címe, hogy elfogyott táj, ott még megállnak, és akkor ott még pár szót szeretnék mondani. De hogyha valakinek most kérdése van, akkor, és hogyha tudok, akkor szívesen válaszolok. Kettő lehet az egyik, hogy a faluban téged hogy kezelnek? Csodabogárként vagy imiként vagy? Igen, hát a faluban nem nagyon tudják, hogy én is csodálok. Hát tudják, hogy ki vagyok, de rejtegetem, mert kiderül, hogy nem is vagyok művész, szóval ezt nem szeretném, és éppen ezért nem is mennék semmilyen kiállítás, tehát ez nem szerencsés. Vagy így, hogy a médiában már szerepeltem, főleg itt a kiállítás és a kiállítás miatt. Emiatt majd többen mondják, hogy látjuk a tévében. Tehát ez már így valami. Ez olyan, mint amikor már megvolt a munkás idéja, de még édesanyám még mindig tudta ezt, hogy már részt vettem a Párizsi Biennálén, hát még semmit nem számított, még a Heves megyei újság megvett egy sort róla, és akkor azt mondta, hogy hát nem végre. Ugyanezt mondja, hogy lehetsz-e bármilyen híres, meg Kossuth díjas, meg mit tudom, milyen díjas, akkor is Gókó Szeverein van. Szóval ez körülbelül így van. Úgyhogy inkább maradok szép csendben, és bár nagyon tudják, hogy ez a neki feszülés, a polgármester a buliaival kapcsolata, hát ez ugye felszínbe kerül, de ezt inkább úgy könyvelni kell, hogy én mindig kötözködök. Tehát bocsánat, kinyomom a telefonomat. Közben menjünk a... Azért megkérdezik, hogy mi lesz a házzal, ahol lehet kiállítás bezárása után? Hát én azt terveztem, hogy ezt a házat felépítem a portára, még nincs meg a 20% beépítettség, és gondoltam, hogy beépítem, de ha meg lenne, akkor is beépíteném, mert kiírnám a képzési ipariművészeti rektorátust, és azt mondanám, hogy ez jó volt. És akkor nem kell hozzá engedélyt, és nyilván valami, hogy figyel nekem, hogy miben tud engedélyezni, és nyilván nem tudja engedélyezni, engedélyezni az építkezést, de ha ezt szomornak normálítom, akkor ebben. Ennek már van egy tapasztalata, mert Szentendén Lois Vitor nevű kollégám is valamikor a 80-as években építettem, hegesztettem ilyen csoda műtermet, vasakról, meg ilyen boltok üvegekből, és akkor a szomszédjára a kapcsolatban és Bénet Timóczanékat kihívtak, rektorátustól, azt mondták szóval, és a mesterisről szívesen segítem, amikor kezdődik. Hát én jó, örömmel lennék, ha
Most már igen, a hallom. Hallom, igen. Hát, jó, lehet, hogy